Mindenkinek, illetve Isaac üdvözöl mindenkit, illetőleg ez hazugság, mert Blue Baby üdvözöl mindenkit, mert hát szerintem már rég volt videón, és persze nem látunk semmit az első szinten. Blue Babynél ugye, hát nehéz a dolgunk, na. Egyrészt nem tudom, beszarik mindentől, ami problémás, mert állandóan jó pszichiátriai tanácsadásra szorul szegény. Másrészt megtegyük hozzá, hogy ugye életerővel, elég sajátosan értelmezi az életerő fogalmát. Neki a piros szív derogál, csak kéket fogad el, ilyen arisztokrata, kékvérfolik az erejében, biztosan erről van szó. És egy nagyon szar szó szerint Spacebar Item-mel kezd. Úgyhogy kihívás, na, a drága. Úgyhogy sok mindenre van szükségünk ahhoz, hogy belőle valami jót hozzunk ki. Például azt, hogy ilyen hibákat ne kövessek el, mert amíg nincs életerő utánpótlásunk, addig ez nagyon sokba kerülhet. És például az egyik dolog, amire szükségünk lenne, az életerő utánpótlás. A Halo Flies-ra sem panaszkodhatom, ez egy nagyszerű item, nagyon fontos, ugye láttuk mostanában, majd amúgy is ugye szeretem hangoztatni, milyen fontos, amikor legyek veszik körbe az ember, már nem a valóságban, mert az irritáló és le akarod őket csapni, de itt a játékban ugye ellenfél támadásaitól, mindez igen jól megvéd. Tény, abban ez nem segít, hogy az első boss fight-ot könnyebben vegyük, de ez annyira nem lesz nehéz, én legalább szeretném azt hinni, hogy annyira rózsaszín pici videónk nem fog kihívást okozni. Ugye rengeteg mindent csinál, és csúnya rossz, és ilyen kicsit furán ugrik, amiben néha bele lehet zavarodni, viszont legalább kinyírja a saját dolgait, és nincs túl sok életereje. Úgyhogy abszolválható ellenfél szerintem teljesen. Ilyen onnan lenne rage-ünk, akkor most ez sokkal jobban haladna, mint ahogy most valójában halad. Szóval azért nem mondom, hogy nem nehéz őt kinyírni, de hát... De hát úgy azért de. Mégis. Visszavontam. Azért úgy figyelmet igényel. Kicsit talán több figyelmet igényel részemről. Ó, random school-it hallottam. Köszönöm. Kicsit több figyelmet igényel a részemről, mint mondjuk egy, mit tudom én, egy fenn igényelt volna ebben a helyzetben. És kapunk egy nagyon szar első itemet. A Justice mondjuk jó lehet, főleg, hogy kapunk belőle egy spirit heart. Nem kaptunk, de így se rossz. Akkor vegyük úgy, hogy kaptunk egy nagyon visszafogott kis ládát ugye ennek a színnek a végén. Köszönöm. Bár jó, végülis a szarnál jobb a teleport. Ez azt hiszem a epizód címnek megfelelne. Wow. Szóval ez így effektíve rákényszerít minket arra, hogy veszítsünk fél spirit heartot. És itt egy nagyon elrejtett titkos szoba van, ami engem nem érdekel annyira, hogy bemenjek, kijöjjek és még egy csomó életerőt elveszítsek. Úgyhogy tudjuk, hogy ha be akarnál menni a boltból, berobbanthatjuk magunkat. Ez egy nagyon költséges bénaság lehet majd még. A teleporterrel, az itemmel elvileg nem lehet bejutni az I am Error Roomba, gyakorlatilag én ezt nem tudom biztosan. Nem egy túl jó item, de legyünk őszintén egy darab szarnál mindenképpen jobb. És kíváncsian, izgatottan és reménykedve várom, hogy egyrészt a barmok felrobbantsanak, nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy kíváncsian, reménykedve és izgatottan várom azt a pillanatot, amikor megtaláljuk az item roomot. És esetleg országom az némi életerőért, ugye, ahogy a mondás tartja. Hát ahogy ugye éppenséggel nem mondta. Harmadik Richard? Fogalmam sincs. Kell nekem Shakespeare-t idézni, ha nem tudom megmondani, hogy honnan idézek, nem igaz? Ilyen remek itemek vannak ezekben az Isaac körökben. Macskává változunk, Sacred Heart, anyánk kése. A kihívás ettől még ugyanúgy fennáll ugye, mert még mindig nincs meg az életerő utánpótlásunk. De egyébként ez faja, ahogy mondani szokták. Hát ez nem csinált most nekünk túl sok jót. Viszont nyírjuk ki a boss-t, reméljük, hogy kapunk valami jót. Én Squeezie-nek örülnék nagyon, ugye a két Spirit Heart miatt. Ugye az életerő növelő itemek most annyira nem érnek sokat, adnak egy Spirit Heartot, az kész. Finn, jó, ez nem lesz nehéz. Ezért nem lesz nehéz. Egy halomgyógyszer, ez lehet nagyon jó vagy nagyon szar, ha köztük van a Balls of Steel, ez nagyon jó lesz. Bombs are key, ez végül is jó. Ez nem jó. Ez... Be tudunk menni a boltba ennek hála. 13 centtel, ez... Nem tudom, hogy akkor öröm híreményt szeretném. Ó! Így végül is nem rossz, a fél áron árulják, amit árulnak. Ugye... A
nem olyan jó, mint a 9 volt a sima elem. Az azt csinálja kérlek szépen, hogy minél tovább vagyok egy szobában, úgy újra tölti az itememet. Ha nem a teleport lenne az itemünk, ez nagyszerű lenne. Szóval momentán a legfontosabb az az, hogy valami életerő utánpótlást szerezzünk. Az rendkívül fontos. Rendkívüli módon. El nem tudom mondani mennyire idegesítő már, hogy ezt ennyire próbálom hangsúlyozni. Szóval igen, nagyon fontos lenne, hogy szerezzünk extra életerőt. Ez nem az. Ha esetleg nem ismernétek volna fel, nem ismertétek volna fel, ez egy félkarú rabló, nem egy spirit halt. Néha össze szokták őket téveszteni az emberek, úgyhogy gondoltam felhívom rá a figyelmeteket, hogy ezek nem ugyanazok. Hát ez, tehát nagyon gyorsan megöljük itt ezeket a drágákat, az tény és való. Láttátok, hogy ott kaptam egy kis item charge-ot az én rég küldögértem? Köszi teleport, eddig nagyon hasznos voltál. Egy kulcsot, ha megspórolnál nekem mondjuk, akkor már is jobban szeretnélek. Sajnos, hogy egy kiszámíthatatlan egy hollandon. Ott egy kulcs, amit nem tudunk megszerezni. Ezt a bombzarkit őrizgetem, hogyha úgy alakulna, hogy valamelyikből kell és éppen nincs. Meg hát most mit csináljuk vele? Lerakni nem tudom. Teleport. Hát akkor kinyírjuk a bosst, ha már ide köpött ki minket a játék. És a teleporter. Na. Nézzük, kit kapunk. Pip. Nem tartozik kedvenceink közé. Tudjuk, ezt már jó egy ideje. Az a baj, hogy engem gyakran ő is talál, ami ugye annak fő oka, hogy ami ezért nem tartozik kedvenceink közé. És a tény, hogy továbbra sem kapunk életerőt, azért mindig egy rendkívül kellemetlen dolog. Viszont most nem talált el. Squeezy, pontosan ezt szerettem volna, és az ördög szobám ugye csak spirit heartos üzletek lesznek, vagy Krampus. Az is jobb. Nem tudom, csinál-e az valamit anyán késével, ugye a Vamp of Coal, ami egyébként növeli a sebzés, minél messzebbre megy a lövedékünk. Ha csinál valamit, akkor ez nagyon jó. Ez pedig olyan jó kis beszélzett lövés volt, és mégis mellé nem. Na, akkor én ezt elfogadtam, végül is ingyen volt, menjünk tovább. Jó fekete késünk van, ami tök jól néz ki szerintem. Szenes kés. Aztán ez is lehet epizód cím. Szeres kés. Mi volt olyan, hogy a teleport jobban szarnál. És ugye, mint itt látjuk, én ebbe ezt a 3 centemet belenyomom. Egy spirit heart-tal engem már boldoggá lehetne tenni. A hülye üzenetekkel kevésbé. Vegyük úgy, hogy jó, hát kaptunk egy bombát akkor a dologból. 2 centért végül is, hogyha nagyon szárazan akarom nézni a dolgokat, akkor kaptam egy bombát 2 centért. És ha itt lenne a secret room, ami nincs, akkor megspórolhattunk volna egy kulcsot. Sajnos ez nem így történt. Nézzük, mit találunk akkor viszont az item roomban. Mi van az aranyajtó mögött? Ta-na-na-na! Hogy ez csinál-e valamit a késsel, nem tudom. Egy Book of Revelations, egy nail, és boldog lennék, és rendben lennék a játék hátsó lévő részére. Becserélném az összes innentől kapható itememet egy jelenések könyvére. Ez boldogan. Sajnos nem vagyok róla meggyőződve, hogy az opció. Bár az lenne. Ne értsük félre egymást, rendkívül örülnék neki. Gyere, gyere. Gyertek ti is. Hogy csúszott ő át a kés alatt? El sem tudom képzelni. Akkor van még egy teleportunk. Ez se csinált semmit nekünk. Én úgy tudom, nem lehet vele bejutni az IMR roomba, de chaten azért leszették a fejem, úgyhogy stream alatt, úgyhogy lehet, hogy mégis. Nem tudom. Nem láttam még ott, hogy bejutottál volna. És láttam olyat, hogy valaki végtelen spacebar itemmel próbálkozott vele. Na, minden esetre hagyjuk a titokzatos Isaac technikai apróságokat, amik valószínűleg senkit nem érdekelnek, és próbáljuk meg megtalálni a következő item roomot. Úristen, de jó, hogy itt nem találtak el. Őrizzük ezt a kevés és ennél fogva rendkívül értékes életerőnket. Bár életerőnk mindig értékes nyilván, de hogy most a szokásosnál is jobban. Spórolj nekem egy kulcsot. Vagy ne. Nem muszáj, nem kell csinálni semmi hasznosabb drága teleport.
egy sem arról szól, hogy lecseréljenek az első adandó pillanat, alkalmas pillanatban, ha lenne valami nálad kevésbé szar. Egyáltalán nem, én örülök, hogy itt vagy. Nagyon. Na még van kettő, egy. Nulla. Teleport. És a boss fight közelében találtuk magunkat egyszerre, hirtelen. Varázslatos módon. De miért hátrafele köpködsz? Tehát előre köpött a szájával, van, amikor seggén jön ki, de ez nem ez volt. Na gyere. Még egy kulcs. Itt valami jó. Egy aranyláda. Ezt majd kinyitjuk, de amikor majd ezt majd teleporttal. Erre pont jó a teleport. Ő teljesen haszontalan, hogyha Blue Baby-vel vagyunk. Teljesen. Semmi mentelme nincs. Ő piros félszíveket fog nekünk adni, és mi azok mellett enyhén idegesen el fogunk sétálni. Ő ennyi lesz a közreműködése. És nincs ördögszoba. Nézzük hát, hogy akkor itt mi van ebben. Jó, ebből nem is szeretnék többet látni. Irritáló. Tehát anyány kését leszámítva, szopat a játék rendesen. Joker kártya, azt el is fogjuk használni pillanatokon belül. Ó, plusz sebzés, plusz életerő, ennek szintén rendkívüli módon tudok örülni. És akkor nézzük, mit tud ez a Joker kártya, tehát pontosan tudjuk, hogy mit tud. Ó, hát a halott macska az izékével konkrétan ingyen van, nem? És sajnos már nem fogom tudni megvenni. Fene. Mert ugye akkor újjászületnék három Spirit Heart-tal, mindig fordítva kellett volna őket megvenni, tehát azt hittem, hogy utána is lesz hárman. Na, ezt elbénáztam teljesen. Hát, ha vissza tudunk majd még menni, de kétlen. Viszont bármi, igen, akkor kéne plusz életerő hozzá. Range Down, ezt nem biztos, hogy fel szeretném használni. Igen, ez teljes ostobaság volt a részemről, fordítva. Bár ha úgy veszem meg, nem tudom megvenni ezt, ugye. Nem tudtam volna megölni magam a szobában. Meg tudtam volna, nem oltom ki a tüzeket. Mindig ilyen instant tűzkioltó vagyok, nem tudom, hogy miért. Innen teleportáljunk el, be a boltba, nagyszerű. És ha mégis ott lenne még, akkor meg tudnánk venni a macskát, ami ugye a mi helyzetünkben rendkívül jó lenne. Meglátjuk, hogy ott lesz. Nem tudom, hogy ezt így meg tudom-e csinálni, anélkül, hogy eltaláljanak, ugye pontosan ezért. Úgyhogy most viszont többször már eltaláljanak el, az fontos lenne. Meg tudnánk várni, hogy újját ölt a teleport, azt úgy kimenni, de az nem lenne szép. Inkább feláldozok egy bombát. És így. Ezt a kulcsot. Range Down-t nem szeretném mindentől tovább vinni magammal, úgy ez nem motivál különösebben. Lesz itt nekünk még egy teleportunk a szint befejezés előtt. Na gyere. Én véletlenül sem akarom, hogy eltaláljam. Nézzük meg, mi van hogy itt van-e az ördögszobánk. Nincs. Hát akkor én ezt a lehetőséget sem végzetesen és véglegesen elbaszta. Bár mondom még egyszer, abból aztán, hát az ideális az lett volna, hogy megveszem a macskát, megölöm magam a tüzön, majd megveszem ezt. Ugye a damage up-ot. Sajnos ezt nem csináltam kellő okossággal. Ez lett volna az optimális megoldás ebben a helyzetben. Reméljük, hogy ez nem fog később hatalmas problémákat okozni, bár legyünk őszinték, valószínűleg fog. Tehát most 3 helyet effektíve 27 életesünk lenne, ami, vagy hát 24. Ami jobb vásár lett volna, na. Necropolis például egy olyan szint, ahol döntésünk hibássága nagyon gyorsan megmutatkozhat. Például, ugye ez ilyen kurva szoba miatt, édes Istenem, ez úristen. Erről beszélek. Wow. Hát ezért kár. Lehet innen folytatjuk legközelebb.